Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok, és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Visszatértem egy újabb videóval, és ez szerintem a csatornán az egyik legkülönlegesebb videó, mivel arról fog szólni, hogy hol fagy be a víz a Minecraftban, ahogy élőben hamarabb. Ugye srácok, a mai napon állítólag Magyarországon ilyen rekord, nagyon-nagyon rekord hideg van, de nem tudom, nem éltem egy olyan 30-40 éve, hogy volt-e még ennél hidegebb. Ellenben úgy olvastam, hogy ilyen tökre hideg van, ezért úgy gondoltam, hogy csinálok egy tesztet, hogy a víz a Minecraftban, vagy élőben fagy meg hamarabb, és hát ezt fogjuk megtesztelni, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok azt, hogy vajon melyik fog hamarabb megfagyni. Na hát kezdjük is el ezt az izgalmas kis kísérletet, mert szerintem az elég izgalmas, hogy vajon hol fagy meg hamarabb, egy játékban van, egy élőben, a járdán egy darab víz, szóval lerakok két bucket vizet, igen, körülbelül élőben is így csináltam, mert már az élő felvételt most előre megcsináltam, srácok, és nagyon durva lesz, szóval akit érdekel, annak biztosan nagyon fog tetszeni. Na hát és akkor várni kell, itt szerintem vágni fogok egy kicsit, mert most pont nem az a lényeg az, hogy idő, mivel a másik, nem szól ez, hogy mennyi idő alatt lett meg, de nagyon-nagyon durva. Én is meglepődtem azt, hogy asztalat ennyire hideg lenne, az ember nem is gondolná. Hát akkor várok erre a két blokkra, srácok. Körülbelül nézem, mennyi idő teltett el, vagy így megsatszolom, telefonon indítok egy stoppert, mert ez annyira pontos mérések nem is lesznek, mivel ugye ennek nem az a lényege, hanem az, hogy ilyen látványos legyen meg minden, szerintem ez a lényege. Szóval akkor, ja, mindjárt találkozunk, srácok. Ó, ho-ho, srácok! Pontosan 2 perc 49 másodperc alatt fagyott be nekünk ez a kis ég, csak az egyik fele, szóval már ez is haladás. Szóval 2 perc 49 másodperc plusz a még a lerakási szövegem, szóval körülbelül egy 3,5 perc kellett, hogy a Minecraftban nekünk megfagyjon a víz, és hát akkor srácok, nézzük, hogy élőben vajon mennyi fog kelleni. Na hát srácok, ez a videó ennyi lenne, én remélem, hogy élveztétek. Szerintem nagyon király volt és nagyon érdekes volt szerintem ez az egész. Szóval srácok, kérlek kommentben jelezzétek, hogyha tetszettek ezek az életben való plusz Minecraftban való kísérletek, mert akkor még fogok csinálni egy csomót. Szóval, hogyha tetszett a videó, dobj egy hatalmas lájkot, és hogyha szeretnél még tőlem látni egy csomó király videót, akkor kérek iratkozz fel a csatornámra. Na sziasztok!